most haladunk a határátkelőhöz, és itt van a hivatalos határátkelő, tehát ez a hivatalos Ásotthalmi határállomás, ugye? Igen, igen, ez az Ásotthalmi határállomás, határátkelő. És most itt le fogunk menni a határátkelő mellett közvetlenül, és megmutatjuk azt, hogy itt a határátkelő mellett százával jönnek át úgy a hatásértők, hogy senki nem foglalkozik velük. Tehát a törvénytisztelő ember az itt jön itt, át, és itt van, ugye? Amikor 2-3 óra hosszát vár, utána alaposan szétszedik. Látjuk a csomagjait. Látjuk, ott is a csomagtartót éppen. Igen, éppen nézik, föl, éppen nézik a csomagtartót. Normálisan, jogkövető módon annak a csomagtartóját átvizsgálják, váratják alaposan. Át, alaposan. Így van. És akkor most innen és itt mellettük pedig százával jönnek át az illegális határsértők, akik akár egy tankot is magukkal hozhatnának nyugodt szívvel. Majd a kerítés végén, majd egyet rögtön, ott van egy kis mélyebb bukkanó. Hogy mondod? A kerítés végén lesz egy mélyebb bukkanó, majd egyet rögtön szépen. És itt is mutathatjuk akkor a... Most megyünk el a határátkelő mellett. Hogy ez a hivatalos határátkelő. Ott van egy-két határőr. Mi most nem követünk törvénysértést? Nem. Mi magyar oldalon vagyunk. Nem, mert ez a világ egyetlen határállomása, amely teljesen a... teljesen így van, teljesen magyar területen és magyar költségvetési pénzből. Csak nem tudom, hogy ők az ő autóikkal hogy fognak, itt nem fognak átjönni, akkor félek. Már a Roomster az egész jó, ez a Skoda, de az Astra az nem annyira. Igen, azt mondjuk, hogy átjött a Skoda, igen. És egész egyes ott mennek a határsértők. Igen. Ott mennek a határsértők, 50 méterre a határállomás mellett jönnek. Ugye? Mert ez tényleg abszolút hihetetlen, nem hogy mennyi. Tehát ide még szerintem, ha hátrafordulsz a kamerával, lehet is látni a hivatalos. Tessék, igen. Állítsd meg őket? Szerintem meg kéne állítani őket. Mehetünk tovább, mert egyébként itt ott jönnek, ott mennek.